kívánok! Jó napot kívánok! Jó munkát kívánok! Jó munkát kívánok! Kicsit ámosak vagyunk? Boti éneket őrülen. Figyelsz, egy picit ámosak vagyunk, jó, hogy összehangoljuk magunkat. Úgy fogom kezdeni, hogy egy tapsolás, egy röppantás, és fölmegyünk egészen hatig. A számot, és csak ha már mondtad a számot, utána mutass rá valamelyik asztalra. Jó? Tehát pedig úgy egészíts ki a mondatát, hogy öt legyen a vége. Na, Emi. Öt, reggel úgy engedem be az iskolába, hogy tudom, ide bent megfogják a kezét, ha kell, és elengedik, amikor lehet. Jön a következő. Csoki. Ez egy kutya, amit sokat hold. Egy csoport már elindult. Érhet ugyanakkor a dicséretet, az egyik gyereknek egy szépen leírt fecskevonal, mint a másiknak egy gyöngybetűkkel leírt teljes mondat. És ezt a gyerekek is elfogadják. Így nincs versengés, nincsen megszégyenülés, nincsen kudarc. Viszont van egy elfogadó osztályközösség, ahol szabad hibázni, szabad másnak lenni, és szabad segítséget kérni és elfogadni. Az én hétvégénben az volt a legjobb, hogy arra készültem, hogy újra találkozom veletek, és egyébként pedig egy vasúti modell kiállításon voltunk a gyerekekkel, ami nekik nagyon tetszett. Nagyon röviden, egy mondat mindenkire pár másodperc jut, és utána visszakérdezett. Nekem az volt a legjobb, hogy elmentem papához, és akkor ott játszottam este, és akkor lebeküdtünk, aludtunk, és akkor megint játszottam. Köszönöm, Bogi! Az én hétvégében az volt a legjobb, hogy elmentünk apával a bakancsot vásárolni szombaton, és vettünk még hozzá egy nadrágot. Akkor viselkedés. Már a pirosztalon meg kell tudni azt a kúlyáról. Na most figyelj, úgy közben elromlanak ezek a liftek. Amikor azt mondom stop, akkor a lift megáll, és elindul visszafelé. Jó? Indul a lift. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, stop! Hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Jöjjenek azok, akiknek olyan a színe a pálcikájuknak, mint a fű. És ide jöjjenek azok, akiknek olyan a... Ide gyertek, társadalom. Akiknek olyan a pálcikájuk színe, mint az élő. Seki vagy ütetés, indul! Ütetés, indul!
aki kész van, leül a helyére. Legszebb az egészben, hogy a fejlődését nem az osztályközösséghez mérik, hanem azt értékelik, ahogy a saját útján halad előre. Azáltal, hogy a kisfiam inkluzív osztályba járhat, részesei lehetünk egy igazi, hétköznapi csodának. Thank you.